Dicsértessék Jézus Krisztus! Kedves lelki gyakorlatozók, szeretettel köszöntelek benneteket a Katolikus Pont ma nagybőti ráhangoló sorozatában. Örülök, hogy együtt készülhetünk húsvét ünnepére. Köszönjük, hogy feliratkoztál YouTube csatornánkra. Ha nem tetted volna ezt még meg, akkor tedd meg most. És nagybőjt harmadik hetének csütörtökén arra hívlak, hogy hallgassuk meg az örömhírt, Szent Lukács evangéliumából, annak is a 11. fejezetéből. Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták, Belzebúbnak az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy belzebúb segítségével üzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten újjával, vagyis Isten erejével űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, ki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem gyűjt velem, az szétszór. Jézus csodája az ördög kiűzése egy néma emberből, kétféle reakciót váltott ki, mint ahogy ha malátunk látunk egy csodát, akkor is kétféle reagálási módunk van. Az egyik az, hogy csodálkozunk, vagy várjuk ezt a csodát, és kicsit így elálmélkodunk rajta, a másik pedig az, hogy rossz indulatú magyarázatot keresünk. Tehát vagy elfogadjuk, és ezzel van egy csodálkozásunk, vagy pedig tagadjuk a csodának a voltát, és akkor mindenféle rossz indulatú magyarázatot keltünk, és elkezdünk Csámcsogni. A nép nagy része úgy viselkedett, mint egy gyermek. A tényt magát nézte, és hagyta magát elragadtatni. A Belzebub vád kitalálói viszont, mint egy a gyermekkor naív lelkesedését túlhaladva, észszerű magyarázatot próbáltak keresni a látottakra. És itt van a rosszindulatú magyarázatuk. A baj az, hogy ez a magyarázat sem észszerű. Jézus maga mondja. Hát hogy tudjátok ezt állítani? Tehát, hogy ugyanaz, ugyanaz nem tudja kiűzni, mert akkor meghasonlik. És hogyha meghasonlik, akkor az ország elpusztul. Jézus nem csodatevő erejét akarja fitoktatni, nem lenyűgözni akar, nem is elvarázsolni, elkábítani az ő hallgatóságát, hanem kinyilvánítani Isten országát. Lámlám, -lám, ezen a héten ez a szókapcsolat, hogy Isten országa nagyon-nagyon sokszor előjött. És ez kapcsolódása a mennyei atyával, Jézuson keresztül, a Szentlélek által kapcsolódunk teremtő atyánkkal. Ez az Isten országa, és ez a kapcsolat bennünk van. Az Isten országa az kapcsolat. Kapcsolat a mennyei atyával, Jézuson keresztül, a Szentlélekben. Ezért megjegyezhetjük, hogy ezért mondja Jézus, hogy ez az ország köztetek van, bennetek van, hogy lehet kapcsolatotok a mennyei atyával. Ez a kapcsolat bennetek van. Isten országa érkezik el, és ez az ország nagyobb, mint a démoni erők. Jézussal Isten országa jött közénk, és ez nem valamiféle elvont, jámbor hely, ahol megpihenhetünk az élet harcaiba, ahova elmenekülhetünk esetleg a kihívások vagy a problémák elől, Isten országa a mindennapjainkban van jelen. Ott, ahol élsz, a problémáddal, a betegségeddel, talán a nyűgöddel, vagy az örömöddel együtt. Ott van jelen az Isten országa, amikor szembenézünk és küzdünk a köztünk és bennünk lévő rosszal, a megnemértéssel, a megoszlással. A némaságból való meggyógyításnál nincs is szimbolikusabb. Annyiszor elhallgatunk, olyankor, amikor szólni kellene. Nem rikácsolni, hanem őszintén fontos, lényeges dolgot mondani. Amikor föl kellene valakiért, valamiért emelnünk a szavunkat, az igazságtalanság ellen, a szegények, a kisjemmizettek javára. Isten újja, a Szentlélek téged is érint, megérint. Érzékeny vagy rá? Tudsz csodálkozni? És hogyha történik valami csodás dolog, nem nagy dolog, egy picike kicsi csoda az életedbe, mit csinálsz? Álmérkoc? Rossz indulatú magyarázatot keresel? Vagy pedig hálás vagy azért, hogy az Isten megérintett? És ebből a megérintettségből tett is származik. A napi kihívás lehet a saját démonaiddal való szembenézés, a hallgatagságoddal, a bátortalanságoddal, vagy talán azzal, hogy magad is megosztó vagy közösségedben. És törekedj arra, hogy minél inkább a békesség és az egység legyen a ti közösségeteknek a jellemzője. Köszönöm, hogy velünk tartasz ebben a nagybőti készületben, hogy ezt a videót is megnézted. Ha tetszett akkor kélek oszd meg ismerőseiddel barátaiddal találkozunk holnap reggel is áldott szép napot